Tehát 2015. január 1-én megalakult a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal 10 településsel. Korábbi 5 település helyett most 5 új település csatlakozott a Söjtöri székhelyhez. Így most már az összlakosság szám meghaladja az 5200 főt. A települések Söjtör, Puszta Szent László, Kotorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde, Puszta, Ederics, Baktütős, Tófej, Szent Kozmodombja és Zalatárnok. Az alapító okirat, illetve a működési szabályzatnak a kidolgozása folyamatban van, emellett az első fontos feladat a jegyző, közös jegyzőnek a megválasztása szintén folyamatban van, a pályázat kiírásra került, mely január 25-én zárul le, és január 28-ától van új jegyzője ennek az új közös hivatalnak. Ezután fogjuk tudni majd a költségvetést elfogadni, és elindítani a szabályos működést.